Halihó, sziasztok kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon, és ez ma egy smink videó lesz, méghozzá egy tesztelős smink videó, mert mindjárt látni fogjátok, jött pár új cucc, jött egy pár új smink érdekesség, nekem mindenképpen újdonság, úgyhogy sminkelni fogunk, de beugratós, mert nem ezt a sminket fogjuk elkészíteni, ezt le fogom szedni, és egy teljesen új smink fog következni. Hogyha ez érdekel titeket, tartsatok velem. Sziasztok! Eltelt egy nap, úgyhogy tegnap már nem estem neki újból még egyszer kisminkelni, viszont láthatjátok, hogy gyönyörűen megcsinálták tegnap a szemöldökömet, ki van szedve, ki van festve, úgyhogy meg is tisztítottam az arcomat reggel. Már reggeli arctisztítási, arcápolási rutinomon túl, éppen most szárad egyébként be a jó kis hialuronos szérumom, úgyhogy semmi sem választhat el attól, hogy kipróbáljam az első csomagot. Nagyon kíváncsi vagyok az arctermékekre, az arcpalettára, a kontúrpalettára, a puderekre, és hát az alapozóra. És mind a két alapozóra, de nyilván egyszerre csak egyet fogok föltenni, úgyhogy sminkelni fogunk, tartsatok velem! Na, mit szóltok? Itt vagyok a fényes... a fényes fény előtt, na most ez jó. Ide állítottam egészen közel, hogy mindent nagyon-nagyon jól lássatok. Hát nagyon izgatott vagyok, úgyhogy... kezdjünk is neki. Elcsatolom a hajamat. Na hát ez nem sikerült. Tehát még egyszer, elcsatolom a hajamat. Jó. Föl fogok vinni most egy korrektort. Azzal végzek, és akkor jövök vissza, különben a korrektor, az most a kis burzsóá korrektorom lesz, és utána fogjuk bevetni tesztelés on a Max Factor Lasting Performance 101-es Ivory Beige árnyalatú alapozót. Tehát először korrektor, és utána jövök. Ja, azt most gyorsan elmondom, hogy nem teszek most föl primert, mert először is lehidratáltam, vagy behidratáltam az arcomat, tehát a szérum után hidratáló krémet is föltettem, és most nem szeretnék primert fölrakni, hanem egyből erre a hidratálóra fogom felvinni az alapozót. Nos, meg is vagyok a kis leharcolt Real Techniques blenderemmel, de és most már szerintem nagyon-nagyon kellene nekem egy új, úgyhogy hát nézzétek meg, szegényke, azért most már nagyon-nagyon viseltes. Nagyon szépen kitisztítom mindig, de hát... Na jó, szóval... Most próbáljuk ki ezt a Max Factor alapozót. Hát nézzük. Először kirakok így ennyit a színe egyébként jó. Jöttek közelebb. Kirakok ennyit az arcomra. Ne dőljél. Na jól van, gyerekek, ez milyen videó lesz már? Maradjál itt nekem magadnak. Maradjál magadnak. És nézzétek ezt meg. Na most remélem jó. Szóval kiraktam így ennyit először az arcomra, és a benedvesített szivacssal viszem föl. Nem is rossz. Nem is rossz. Most így is szoktam fölvinni különben alapozót, hogy rárakom a Beauty Blenderre. Nézzük meg. A színe az jó. A színe az teljesen jó. Kicsit többet vittem most föl. Na, annak örülök különben, hogy ez is az a típusú alapozó, ami nem ez a maszkos hatású alapozó. Tehát egy olyan érzete van egyébként teljesen, így a vizes blenderrel
fölvíve, pontosan olyan érzetem van, mint a Lancôme alapozómnál, illetve a Vichy alapozómnál. Tehát ez az ilyen kicsit folyékonyabb állagú, könnyen eloszlatható, és nagyon kis lágy textúrájú. Közben látjátok, hogy ott mi van az asztalon. Meg engem is láttatok, hogy ott ülök. Nos. És változtatok egy fény árnyalatot. Én ezt most szeretném megnézni a természetes fénybe, úgyhogy én erre most nagyon kíváncsi vagyok. Egy picit még dolgozgatok rajta, nem teszek föl rá semmit, de kiviszlek titeket az erkélyre, mert borzasztóan kíváncsi vagyok. Egyelőre azt érzem, hogy nagyon-nagyon jó. Be is szívódott, nem is kell több réteg rá egyáltalán, úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon pozitív. Én remélem, hogy a természetes fényben is ennyire jó lesz a benyomásom, mint ami most. Na, itt vagyok, és nagyon-nagyon tetszik egyébként maga az érzet az arcomon, tehát egyáltalán nem ragad, nincs semmilyen kellemetlen utóérzet, és nagyon természetes a finise. Lehet, hogy egy nagyon-nagyon picit világosabb, mint amilyen alapozókat én eddig használtam, de ezt én most tudatosan rendeltem be, hogy világosabbat, mert már nincs olyan barna színem, úgyhogy egyáltalán nem üt el a nyakam színétől se. Jövök még kijebb. Hát nem tudom, szerintem jó lesz. Én szerintem jó lesz. Nagyon-nagyon lutri egyébként alapozót vásárolni, és én szerintem nem lőttem mellé. Nos, visszajöttem újra ide a szobába, és annyira meg vagyok elégedve. Most lesz az, hogy ezt a banana púdert, Essence Brighten Up, ezt fogom használni most a korrektornak a fixálásához. Én szerintem egy picit fogok bakingelni is, és egy ilyen beauty kis szivacsal. Milyen jó! Soha életemben nem használom ezt a púdert. De nagyon jól kivilágosít. Nagyon-nagyon jól kivilágosít. Nem is viszek föl többet. Puderezni majd a NYX Hide Glass Fishing Powder 001 Light árnyalatú póderével fogok. Ez egy nagyon picit ilyen sárgásabb árnyalat, de először, amit most ki fogok próbálni, ezt most itt fönnhagyom, az a kontúr paletta lesz az Essence-től. Egyébként ő a 20-as sötétebb árnyalat, tehát ez a Darker Skin, ezt fogjuk föltenni. És hát nézzétek meg ki, gyönyörűséges barna árnyalat. Úgyhogy veszem az Evana ecsetemet, egyébként az 543-as Evana ecsetet, és először a világosabbba fogok belenyúlni, abból veszek föl, aztán meglátjuk. Igen, tehát ez a világosabb, csak mutatnám, hogy most igen, nem annyira barna a bőröm ahhoz, hogy simán egy ilyen darker, tehát egy ilyen sötétebb szint egyből fölmerjek vinni, különben meg simán fölvinném,
Úgyhogy annyira régóta kinéztem már ezt a kontúrpalettát, annyira tetszett, annyira kis kompakt. Oké. Most ezt fölvittem az arcomra, és tulajdonképpen látjátok, hogy milyen jó kis kontúrja lett. Úgyis majd rámegyek utána a púderrel, tehát össze fogom mosni az egészet, de én egy picit azért szeretném ezt a picit piszkosabb szint is kipróbálni. Ugye most őt vittem föl, és ezt a piszkosabb szint is szeretném kipróbálni. Ehhez egyébként egy másik ecsetet fogok, nem akarom keverni. A Real Techniques-nek ezt a puderezős ecsetét fogom használni. Egyébként neki is van egy száma, ha érdekel titeket, a 204-es. Hát akkor nézzük. Nézzük, hogy ez mit mutat. Ez egyébként nem porzik annyira, mint az előző. Tehát ez a világosabb szín, hogy felvittem, egyből nagyon porolt. Ez a másik nem. Na nézzük. Aha, ez egy hidegebb tónus, sötétebb. Most így nekem elsőre még jobban is tetszik, esküszöm, mint a másik. Az kifejezetten egy ilyen melegebb árnyalat. Lehet, hogy az nyárra jobb lenne. Ja, most nagyon be fogom itt kontúrozni az arcomat. Ez most egy abszolút tendencia. Tehát ez most tudatos. Na. Ez most nekem így tetszik. Nagyon természetes, nagyon-nagyon jól passzol nekem a púdernek a színéhez, az ő textúrájához, ami nem a púder, hanem rosszul mondtam, tehát az alapozó. Soha nem szoktam lepúderezni az alapozót, hanem először mindig bronzosítok, kontúrozok, illetve pirosítok, highlight, és utána szoktam az egészet át púderezni, tehát még nem mattítok, nem fixálok semmit. Úgyhogy ez most egy teljesen tiszta ecset, és csak egy kicsit így összemosom. Még minden púder és minden egyéb nélkül. Ugyanis az arcpalettából szeretnék fölvinni egy pirosítót. Méghozzá azért elég nagy választék van. Melyik legyen az? Én most ezt fogom használni először, ezt az árnyalatot, most erre vagyok kíváncsi. És mivel mind a két púderező ecsetem, nem, ez a púderező ecsetem tiszta, jól van. Ő egyébként egy Donegal ecset, úgyhogy én most ezt a szélén lévő, ezt az árnyalatot fogom először megpróbálni. Ez is nagyon porol, porzik. Na, meglátjuk. Ez egy ilyen barnásabb szín. Nagyon szép. Lehet, hogy tulajdonképpen megpróbálhatnék még egy picit ebből a rózsaszínből. Ezt a rózsaszínt is most fölveszem, aztán meglátjuk. Tulajdonképpen azt is van, amikor azt csinálja valaki, hogy így konkrétan összemossa az egész palettát, és úgy viszi föl a színeket. Igen, most én látom, hogy azt a rózsaszínebbet vittem föl, hogy egy kicsit megváltozott itt nekem a színösszeállítás. Nagyon szép. Nagyon-nagyon tetszik. Na mit szóltok? Egyelőre nekem nagyon-nagyon pozitív. Ez a videó is valószínűleg giga hosszú lesz. Úgyhogy most szerintem a pirosításból elég ennyi. Egy kicsit azért még felrakok egy szemöldök zselét.
és utána fogom átpúderezni az arcomat. Ez egy kicsit, ugye tegnap gyönyörűen megcsinálta nekem a lilla, egy kicsit csak így átfésülöm, semmi extra, nem fogok most szemöldök, ceruzát se, csak így egy picit átmegyek ebből a zselével. Ez most nagyon jó. És akkor most jön a NYX póder, ugyanis ezt én le fogom fixálni, le fogom mattítani, úgyhogy ez le van ragasztva, vajon? Vagy miért nem tudom kinyitni? Aha, ez le van ragasztva, hát Istennek akkor ezt senki nem tépte föl, senki nem nyolkált bele. Ennek nagyon tudok örülni. Az a halálom egyébként, amikor bent vagyok egy üzletbe, és nem a tesztert próbálják ki, hanem a megvásárolható terméket. Nos, és milyen szép kis kialakítása van, nézzétek meg, látjátok? Tehát ilyen bordázott. Oké, ecset. Na most ugrik a majom a vízbe. Van ennek illata? Olyan, mintha valami illata lenne. Ilyen rózsaszint nem is szoktam föltenni nagyon az arcomra. És lehet, hogy egy kicsit sok is lett. Na, hát ezzel így megvagyunk. És nagyon tetszik. Nagyon természetes, nagyon könnyed, semmi maszkos jellege nincsen. Úgyhogy úgy érzem, hogy jól mattít. Most megpróbálkozom egy másik ecsettel. Kíváncsi vagyok, hogy ez a fajta ecset, tehát ez a ducibb fejű ecset, a Milani ecsetem, hogy ez hogy viszi föl ezt a púdert. Igen, talán ebben könnyedebben tudok eldolgozni az arcomon ezt a púdert. Ez egy kicsit más textúrájú púder, kicsit keményebb, kicsit olyan, nem tudom máshogy megfogalmazni, szóval nem egy ilyen könnyed porpúder, mint a Physicians Formula mondjuk. De még kicsit, nem tudok, nem találok rá szavat. Szavakat, szót, tehát olyan picit keményebb, nem tudom, de nem rossz. Viszont jól mattít. Nos, meg vagyok az arcommal, és arra gondoltam, hogy a szememre is ebből a palettából fogok most varázsolni, úgyhogy lássuk, hogy mi fog alakulni. Van nekem egy nagyon jó kis Douglas-es szemhéjbázisom, úgyhogy ezt viszem föl most a szememre, mert azért szeretnék egy alapot, hogy jobban tapadjon meg a festék. Bár mondom, ez egy arcpaletta, de olyan sokféle és egész sötét színek is vannak benne, úgyhogy én most kipróbálom. Egyébként tisztára olyan, mint egy ilyen tavaszi paletta, nem? Tehát ez nekem a tavasz. Úgyhogy én ezt most föl fogom vinni a szemhéjamra. És az első szín, amit fölviszek, egy ilyen alapnak tulajdonképpen őrá gondoltam, mert a legvilágosabbra egy ilyen ducip fejű, szintén Evana 533-as ecset, és ezt a színt fölviszem most az egész mozgó szemhéjamra. Gyönyörű szép rózsaszín, álomszép. Nekem ez szerintem az arcomra kevés, lehet, hogy nem is látszódna, de itt a szemhéjamon egy nagyon-nagyon-nagyon szép árnyalatot ad ki. Gyönyörű.
Gyönyörű. Na most én ezt egy picit durvítom. Úgyhogy hol van a jó kis ecsetem? Ez is egy Evana ecset, a 281-es ecset. Hogyha esetleg hallottok, amit a hátébe, bocsánat, de angolozás folyik. Ezt a sötét színt gondoltam, úgyhogy ezt a sötét színt fogom most fölvinni. Én most kísérletezek. Hát szóval ez most erről szól. Én most kísérletezek, és elkezdem ezt ide fölvinni. A mozgó szemhéra. Nem rossz. Hát tudtam, hogy nem rossz, mert látszik rajta, hogy szép. Na, ugyanezt a színt fölviszem a másik szememre, és jövök. Megvagyok, és tovább kezdem egy picit még építgetni, illetve satírozgatni ezzel a pirossal. Ez is nekem egy nagy kérdés, hogy mennyire pigmentált, mennyire lesz ez a szememen használható. Ó, igazából a Revolution palettákat, tudjátok, hát aki régebb óta követ, nagyon-nagyon szerettem, de ezt a palettát sosem használtam, tehát ez nekem teljesen újdonság. Ez nagyon jó lesz, nekem ez nagyon tetszik. Mondom, ez tisztára ilyen tavaszias. Nekem ez egy ilyen tavasz smink. Ó, nagyon-nagyon klassz. És képzeljétek el, van két új rúzsom, ami a DM Haul videóban lesz benne, és pont passzol ezekhez a színekhez, úgyhogy mindenképpen abból fogok választani egyet. Na, most az következik, hogy ezt az egészet így eldolgozom, és ehhez a dologhoz, ez az eldolgozáshoz ezt a színt választottam ki, és ezt a nagyon világos mat, tehát ebben semmi csillogás nincs, színt fogom ehhez használni, egy kicsit így elkezdem összedolgozgatni. Tehát így följebb viszem, és nem akarok ide semmilyen elválasztó dolgot, tehát nem akarom ilyen élesre, tehát mindenképpen átmenetesre fogom. Egyébként a púderből fogok fölvinni majd a szemöldököm alá, vagy lehet, hogy egy highlightot, nem tudom, majd meglátjuk. Minden esetre ehhez az eldolgozáshoz ez teljesen jól működik. Nagyon-nagyon jó. A szemem alá nem hiszem, hogy ezekből a színekből viszek, mert ez nagyon ilyen pirosas, úgyhogy valószínűleg a kontúr palettából fogok egy barnát kiválasztani, sőt, biztos, és abból fogok a szemem alá fölvinni. Nem is állítom meg a felvételt, a sötétebbik, ezt a hidegebb színt. Fogom fölvinni a szemem alá. Hol van a púder? Mármint a pamat. Nagyon tavaszias, nagyon-nagyon tavaszias. Azon gondolkozom, hogy még valamit próbáljak-e. Az új begyemmel ebből az ilyen csíkos színből fogok egy picit felvenni. Nézzük meg, az milyen szín. Ó, az is egy ilyen elég sötét téga szín, és ezt ide föltapogatom. Ide középre. Egy időben annyit sminkeltem ilyen pirosas, pinkes, bordóssal, és az utóbbi időben nem, és most újra annyira tetszik,
Na, figyeljetek, visszamegyek a banánál púderre, ről, és egy kicsit. Vissza békingelek, amit leszedek egyből. Jó. Én még nem tudok ebédelni, bocsánat, közben ugye megy a felvétel, mert ezt most nem fogom félbehagyni. Úgyhogy én most nem csatlakozom. Most annyira világos lett nekem, annyira kontrasztos, hogy vissza fogok menni egy kicsit a kontúrpalettával. Nem pirosítót viszek föl, de kicsit visszamegyek a kontúrpalettával. Több pirosítót semmiképpen nem szeretnék föltenni. Viszont egy jó kis highlightert ki kéne választani. Nagyon rég használtam az Aldennek ezt az égetett bronzos highlightját, és én szerintem ez nem lesz most rossz. Úgyhogy ezt viszem föl. Illetve egy kicsit ide fölviszek a szemöldököm alá. Illetve fogok egy kis ecsetet, egy kis fejű ecsetet, és a ugyanebből egy kicsit ide fölviszek a szemzugba. Ez nem az a highlighter, ami az űrből is látszódik, mint látjátok, de szerintem ez pont jó. Ez szerintem pont jó. Nos, én szerintem most az lesz, hogy megcsinálom a szemspirált, és jövök vissza a rúzsal. Szerintem jók vagyunk. Egyébként ma visszanyúltam megint csak egy régi nagy kedvenchez, ami nem más, mint az Yves Rocher-nak a Sexy Pulp szemspirálja, különben most viszem föl már a második réteget, és csodálatosan szép, hosszú és dús villákat csinál. Nézzétek meg, wow! Én szerintem még föl fogok vinni egy szemceruzát. Az a kérdés csak, hogy most feketét vigyek el föl, vagy kéket. Nagyon szeretem különben a pinkekhez, az ilyen rózsaszínekhez, a burgundis, májvás árnyalatokhoz a kéket, de én szerintem egy kicsit most az már too much lenne, hogyha én fölvinnék egy kék szemceruzát, nem tudom. Úgy érzem, hogy most, hogy nincs olyan hangulatom, hogy kéket vigyek föl. Úgyhogy a jól bevált, sokat beszélek még, a jól bevált Physicians formula, mert most ez nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, jó festékes lett a tenyerem is. Physicians formulának a ceruzáját, aminek a másik fele különben egy tus, úgyhogy ez egy ilyen kétvégű, de ezt viszem föl. Ez annyira vízálló, gyerekek, hogy még este a fürdésnél se tudom rendesen leszedni igazából. Tehát ennek még utána háromszor neki kell esnem vattakoronggal, hogy leszedjem teljesen a szememről ezt a fekete ceruzát, mert annyira, annyira befogja. Viszont jól néz ki. Viszont jól néz ki. Igazából kihúzhatnám tussal is fölül a szememet. Hát nem tudom, mit szóltok. Húzzam ki? Kihúzom. Na, kihúztam a szememet, ami most nem lett igazából, mármint, hogy tussal is, nem lett annyira
professzionális. Ma egy kicsit ezt egy kicsit aláhúztam. Hát nem tudom, talán a ceruzába próbálok egy kicsit korrigálni, egy kicsit följebb álljon ez a farok, de azért annyira nem akarok vele szórakozni. Na! Nincs más hátra, mint sem, ugye beígértem nektek a két rúst, ami az egyik, egy trendi táp rúzs, a 248-as, ami egy ilyen sötét rúzs, és tulajdonképpen ez is szerintem jól menne ehhez a sminkhez. Illetve van egy Alverde 42-esem is, ami meg egy ilyen májva szín. Melyiket tegyük föl? Fölrakom ezt a, világosabbat most fölrakom. Jó? Na. Megjegyzem, hogy azért ez sem világos, csak világosabb. Világosabb, mint a másik. Most először fölrakok egy... Tehát, hogy nem rakok kontúr ceruzát. Fölraktam simán a rúst, viszont én körbe fogom ezt kontúrozni. Egy Bourjois ceruzával kontúroztam körbe a 03-assal, ami egy kicsit rózsaszínesebb, de ez most tudatos volt, mert szerettem volna, hogyha a rózs egy kicsit harmonizál a szemsminkhez, ami ilyen rózsaszínes, pinkes. Úgyhogy igazából kipróbáltam mindent, amit akartam, és érdekes, szóval tetszik, tehát abszolút ez a paletta működött szemen. Működik arcon, működik szemen, nagyon pigmentált, nagyon tetszik, abszolút mondom, nekem egy ilyen tavasz hangulatot idéz, nagyon bejönnek ezek a színek, a kontúr palettáról a véleményem nagyon jó, ami most nekem főleg ez a hidegebb, sötétebb, picit piszkosabb barna, én nekem ez most jobban passzol az arcomhoz, mint ez a melegebb. Ez a banana púder tök jó, a szemem alá nagyon jó volt. Ezt a NYX-es púdert egy picit nekem még szoknom kell, mert egy kicsit könnyedebb, úgymond porosabb, ezt másra nem tudom megfogalmazni, egy picit ilyen porosabb púderekhez vagyok hozzászokva, nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon picit olyan, hát nem tudom, mondom, ez a jó szó rá, hogy kemény. Tehát ez nem az az állag, mondjuk, mint a Physicians Formula púderem, vagy mint ami a, amit most nagyon megutáltam, de nagyon sokáig használtam, de többet nem fogom venni a Maybellinnek ezt a Face Studio setting powderét, mert teljesen így beszalonnásodott, nézzétek meg. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a NYX púder mennyire fog beválni, és hát az alapozó az nagyon-nagyon bejött. Tehát annyira ezt a féle fajta alapozót szeretem, ezt az inkább folyékonyabb, light textúrájú, majdnem, hogy láthatatlan alapozót. Esküszöm, hogy amióta fölraktam rá a púdert, nem is érzem, hogy van rajtam alapozó. Szerintem nagyon szépen kiegyenlített arcképet csinált, úgyhogy mindenképpen most megint kimegyünk a természetes fénybe, mert meg szeretném nézni, hogy hogy néz ki a végeredmény. Itt vagyunk a régi helyszínen, nagyon-nagyon sokszor mutattam meg itt a sminket, a konyhában az ablak mellett. És most azért osztalak titeket ide, mert most nagyon-nagyon süt a nap, és jól bejön a fény. Úgyhogy meg tudjátok nézni itt a végeredményt. Én szerintem ez egy nagyon szép smink lett, lehet, hogy nem téli smink, egy igazi tavaszi smink, egyébként passzol is a fölsőmhöz. Hát ennyi volt ez a tesztelő smink videó, én remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy ti is úgy láttátok ezeket a termékeket, ahogy én. Nekem nagyon-nagyon pozitív volt. Nyilván folyamatában fogom tesztelni, aztán majd meglátjuk, hogy hogy válnak be. Közben azért nézek oda, mert látok egy ilyen elhervadt levelet. És ezt nem bírtam ki, hogy ne szedjem le.
Úgyhogy most már elköszönök tőletek, és köszönjük, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Találkozunk hamarosan, a következő videóban szerintem tesztelni fogom a másik alapozót, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok, az Yves Rocher folyékony alapozóra. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!